Nagyon büszke vagyok a Bencére, mert emberfeletti teljesítményt nyújtott, úgy, ahogy itt egyébként mindenki más. Mi volt a kedvenc produkciótok? Azért nagyon sokféle táncot eltáncoltatok. 1, 2, 3, kortárs! Itt vagyunk a Dancing with the Stars kiesőivel, Lissák Laurával és Vavra Bencével, pont a döntő előtt. Hogy érzitek magatokat? Hát lehet, hogy nem ez a legjobb válasz rá, de nagyon jól. Mármint, hogy... Igen, egyébként, tehát persze a döntő előtt estünk ki, de valahogy szerintem ezt úgy kell nézni, hogy mi eljutottunk az elődöntőig, és részt vettünk 7 adásban úgy, hogy versenyben voltunk, megtanultunk rengeteg táncot, és olyan adásokon vagyunk túl, amiről mindegyikről azt tudjuk mondani, hogy fantasztikus volt, és nagyon meg vagyunk elégedve a teljesítménnyel. Én nagyon büszke vagyok a Bencére, mert emberfeletti teljesítményt nyújtott, úgy, ahogy itt egyébként mindenki más, de nyilvánvalóan én tudom, hogy ő honnan indult, hogy mi honnan indultunk, és hogy hova jutottunk el, és szerintem ez egy fantasztikus utazás, egy nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült út a miénk, és hát természetesen minden mellett, hogy ez így sikerült, azért köztünk kötődött egy olyan barátság, ami egy életre szól, és ezek azok a dolgok, amik igazán fontosak az életben, és ezt szerintem mindketten tudjuk mondani, ugye? Igen, csak csatlakozni tudok. És milyen volt a közös munka, milyen volt Laurától tanulni? Hát én még soha nem tanultam ezelőtt táncot, illetve hát ilyen intenzíven, de hát Laura a legmegértőbb tanár, a legtürelmesebb, és szerintem nagyon-nagyon fontos ebben az egészben az, hogy tényleg amit mondod, hogy itt nem csak egy munkakapcsolatról van szó, hanem itt tényleg emberi kapcsolatokról van szó, és nekünk nagyon segítette a munkánkat szerintem az, hogy nagyon-nagyon megtaláltuk a közös hangot. Nagyon-nagyon hasonló emberek, meg személyiségek vagyunk szerintem, és mindig tudtuk azt, hogy mikor, hogyan kell a másikra reagálni, és mondjuk, hogyha esetleg az másik fél egy mély ponton van, akkor hogyan lehet abból kirángatni, vagy hogyha valaki túl pörgi, akkor hogyan lehet lenyugtatni, úgyhogy... Volt ilyen? Nem szoktam túl pörögni magam. Túl szoktad pörögni a dolgokat, és akkor Bence segít? Nem úgy, hanem hogy így alapvetően így a mindennapjaimban én így azért így eléggé egy ilyen pörgős személyiség vagyok, és akkor de még hogyha én reggel fáradtan is indulok el otthonról, mire megérkezem a táncterembe, addigra ilyen nem tudom hány ezres hőfokon égek, és teljesen hatalmas pörgés vagyok, és akkor hát így fel kell venni a fonalat, de Bence amúgy mindig felvettem. Vagy egy kicsit visszáhúztam. De mindig megtaláltuk az arany közepet. Hát akkor tökéletes páros voltatok, és nagyon jó, hogy akkor együtt kellett így a versenyben teljesítenetek. Mi volt a kedvenc produkciótok? Azért nagyon sokféle táncot eltáncoltatok. 1, 2, 3, kortárs! Az volt a kedvenc, miért? Hát szerintem egyrészt azért, mert hát még Lauka egyébként sose táncolt kortárst a műsorban, úgyhogy nagyon-nagyon vártuk. És szerintem talán az egyik olyan táncműfaj, amiben a legjobban át lehet adni az érzéseket, és egyrészt ezért volt a legnehezebb is, mert előtte nem nagyon nyíltunk meg ennyire a nagyvilágnak, viszont itt meg kellett, és nagyon-nagyon szerettük. Mert nagyon mélyről jött, és nagyon őszinte volt. Meg az igazság, hogy tényleg ezek alatt, a táncok alatt ismeri meg legjobban a másikat a partner, és tényleg szerintem az volt ez a pont, amikor tényleg annyira megnyíltunk a másik felé is, hogy tényleg tulajdonképpen mindenről tudunk beszélgetni, mert folyamatosan, tehát hogy tudtuk azt, hogy mi történik a másikkal, de hogy ott volt az, amikor, tudod, mindig van az a pont, amikor valakinek merek beszélni valamiről, és szerintem ez a pont, ez akkor jött el úgy igazán, és ezért az egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő volt nekem. Igen. Bence, a koncertjeiden fogsz most már táncolni? Ez nagyon fontos kérdésnek tartottam. Nagyon durván táncolom úgy már. Én szoktam neki mondani, hogy a Bence táncolja kicsit, vagy itt szoktam mutatni, hogy most régen így táncoltam a buliban, most így fog, és olyan mozdulatokat csinál, hogy hiszem, még én is tanulhatnék tőle. Hát el kell jönni egy koncertemre, és akkor majd meglátjátok. Kíváncsian várjuk, tuti nagyon jó lesz. Hát egyébként nem lesz belőlem egy Usher vagy Neo, de, mert egyébként a zeneiségem az nem biztos, hogy, tehát, hogy nem az a zeneiségem, de egyébként az biztos, hogy nagyon sokat segített a színpadi jelenlétemben, tehát, hogy
hogy nyilván mondjuk az énekkel kifejezett érzések mellé mondjuk a mozdulatokkal is tudjak valamit társítani, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Hogyha lesz akkor a színpadon, ha lehet táncolni, akkor még az is lehet, hogy táncolni fog. Szerintem biztos, hogy fog. Reméljük, mi bízunk benne, gratulálok nektek, és köszönjük szépen. Köszönjük szépen.